Isten hozott mindannyiótokat, kedves Erika és Timi, és a kedves nézőket is. Őrült vagyunk a szülői klubba, elindult az év, és elindult a második hullám is. Ahogy ezt mondták, hogy gyerek kell számítani. Ti mit éreztek a gyereketeken keresztül elsősorban ebből a második hullámnak a valóságából? Hát azt gondolom, hogy a gyerekek ugyanúgy várták és remélték, hogy az iskola kezdéssel és a nyárral véget ér az első hullám, és visszaáll minden a legnagyobb rendbe. Tehát úgy néz ki, hogy ez nem így működik, és ez a gyerekek is ezzel egy kicsit úgy vannak, hogy fú, akkor most újra kezdünk valami újat, és hogyan tovább, és hogy lesz, és miként fog ez zajlani. Frusztráltak néha, azt látom, hogy frusztráltak néha, és ezzel együtt belefáradnak, fáradtságot látok rajtuk, és ez húz egy lustulásba, mert már nincs vége annak, hogy vége volt a szünetnek, vége volt a nyárnak, lehet éjfélkor lefeküdni. Eljött a szeptember, és ugyanúgy lehet éjfélkor lefeküdni, mert Zoom iskola van, és az is sem minden nap, és ezt érzem, hogy a gyerekek is már azt mondják, hogy akkor most már végképp nincs rend az életemben. Hát igen, az én gyermekeimnél is, ők járnak be iskolába, és már volt egy olyan eset nálunk is, hogy hazaküldték a fiúkat, és én is haza kellett jöjjek. Az egyik gyermeknek volt fejfájása. Ez még hiszem, a második iskola hétnél történt. És hát el kellett vigyük, hogy teszteljék le a COVID miatt. És emlékszem, hogy hát 4 napot kellett itthon üljünk. És a gyermek, hát őszintén maga a teszt az nem volt rossz, az szépen átúszta, de nagyon frusztrált volt, hogy itthon volt, és hogy megszakadt megint az a rutinja, amit olyan nehezen csak most kapott vissza szeptembertől. Hátra esett nagyon, habár ő is ment az osztályokhoz a Zoom-on keresztül, én meg otthonról tanítottam, ameddig megkaptuk az eredményt, és igen, nagyon nehezen viselte el ezt a megtörést. Most már valahogy úgy van, hogy megkezdtük az iskolát, feldobta a kezét, na most minden eléggé normális, és mégsem. A legkisebb tünetnél a gyermeket haza kell hozni, mint tanár, hogy ott tanítok a gyermekemnél, a gyermekem iskolájánál én is haza kell jöjjek, és megszakad az a rutin. Ezt láttam, hogy nagyon frusztrálja is minden gyermekemet. Még azt is, aki nem volt nagy iskola szerető. Mindegyiket. Ez egy érdekes tapasztalat, én nekem is ezt mondják itt akkor így a különböző korosztályokból, hogy mennyire fölértékelődik egy jó értelembe vett rutin, hogy van egy kerete a napomnak, hogy tudom azt, hogy mi fog történni, hogy tudok rá készülni, hogy egyszerűen van egy különbség a hétköznap és a hétvége között, hogy nem folyik minden össze. Ez mennyire egy emberi életnek egy része, ez egy érdekes tapasztalat itt számomra is. De akkor ezek szerint a különböző iskolákban van, ahol online, van, ahol személyes, van, ahol hibrid. Igazán ami a nehézség, ha jól értem, az, hogy ezek, még ezek se kiszámíthatók, ugye? Hogy ezek is változnak, ugye? Igen, napról napra mi észreveszünk az iskolába, hogy van olyan osztály, olyan napon, hol 4-5 diák van csak, mert a gyermek felkelt egy fejfájással, vagy egy hasfájással, és akkor a szülő otthon tartja, ameddig a tünet eltűnik, és még 24 órát azon rá, és akkor csak úgy hozza be, úgyhogy egyfolytában változik az osztályszám, minden, igen. Ez egy érdekes, ugye eddig az volt ugye a tapasztalat, hogy na, neked biztos akkor dolgozat lesz, ugye azért fáj a hasad. Menjél csak be szépen, ugye? Jaj, nem szabad. Tehát érdekes, hogy mennyire megváltozik csak ebből a szempontból is az egész hozzáállás. A tavasszal volt egy ilyen érdeklődés, egy újdonság akkor, hogy most ilyen technikai kütyű, olyan kütyű, most ez mit jelent?
mintha ez úgy elfutott volna így, mintha inkább ennek a fáradtsága lenne, legalábbis az érdekessége már nincs meg az online óráknak, az online formába való jelenlétnek. Hogyan látjátok ezt? A gyerekeknek nehéz, mert ráadásul nincs is egy egység. Azt hallom Katicától, hogy vannak tanárok, akik a Google Classroom-ot használják, azzal még úgy valamelyest megbarátkoztak, aztán vannak barátok, akik valami más rendszert használnak, amiben ugye nem olyan ismerősök a gyerekek, és akkor az külön frusztráló nekik, hogy akkor az hogy menjen. Vagy például az sem egy rendszerezett dolog, hogy némelyik oktató küldi az üzenetet, hogy akkor most kezdjük, indul az óra. Szegény gyerekek várnak, a következő oktató nem küldi, és akkor csak bejelentkezik, és a gyerek meg azt mondja, hogy édesanyja, hát én meg már azt hittem, hogy nincs óra. Tehát ugye nincs egy egységes rendszer az életükben, és én elhiszem, hogy ez zavarja őket, mert én még követni se bírom, hogy hol, mikor, mi történik, mikor megyek iskolába, mikor van csak online, néha semmi sincs, és hát én csak imádkozok az Úrhoz, hogy valahogy a néjék túl, mert tényleg nem tudom követni, hogy mikor, hogy hol működik a két külön iskolába, és nekem még csak két gyerekem van. Mi van azokkal a szülőkkel, ahol több van? Vagy ahol picik vannak? Tehát ez borzasztó nehéz. Tim, hogy látod három gyerekkel, és hogyan látod a tanári oldalról? Hát mivel a gyermekeim bejárnak iskolába, nekük simán megy így a napi rendjük minden. De mint tanár, hát én tanítok személyesen, és ugyanakkor online is. Mert vannak gyermekek az iskolából, akik nem akartak bejönni fizikailag az osztályba. És akkor én látom, hogy azok, akik otthonról tanulnak, én látom, hogy azoknak nagyon nehéz. Mert maga én is, mint tanár, én kell foglalkozzak azokkal a diákokkal, akik előttem vannak az osztályban. És nagyon nehezen figyelek azokra, akik online vannak. Úgyhogy én őszintén minden órámat lefilmezek, és mondom a diákoknak, hogyha van kérdésük akármi, I'm available, őszintén 24 órát a hét napból, mert másképp nem lehet. Hogy valahogy ők is érezzék, hogy bent tartoznak a csapatba, meg nem könnyű nekik szerintem egyáltalán. Egy kérdés, mind a két helyen kiskamasz, nagykamasz gyerekeitek vannak. A kamaszok néha ott akkor bátrak, és akkor ott a nők akarnak középpontba lenni, de alapvetően inkább elbújnak. Nem okoz ez problémát? Nem érzitek-e azt, hogy így most a kamera mögött nagyon könnyen el lehet bújni pont ebbe az időszakba, ahol pont arról szólna a történet, hogy neki meg kéne találni a hangját, az arcát, a helyét az osztályban? Nagyon nehéz, mert néha belepillantok, és nincsenek fejek. Tehát nem hajlandóak bekapcsolni a kamerát. És hova vezet ez lelkileg, hogy hallok hangokat, de nem tudom, hogy honnan jön. A tanárnak kegyetlen nehéz lehet. És ugye a gyerekeknek is, mert tehát nem hogy fizikális kapcsolat, hanem még szemkontaktus sincs a gyerekek között. Én nagyon el vagyok keserve, vagy őszinte legyek. Hát a Trisztánnál, ő a 9-es mostan, és ő neki egy ilyen hibrid órarendje van, szóval bemegy két napot a hétből, és a többi napokat meg online csinálja. És őszintén én nem tudom, hogy ő hogy bírja, vagy hogy hogyan áll hozzá, mert annyira meg vagyok én is szakadva az ő osztályától, a tanárjaitól, az ismerősöktől. Én teljesen sötétben vagyok, hogy mi történik a gyermeknek így az osztályával. Én csak abba bízok, hogy minden jól megy, mert ha nem menne jól, gondolom kapnák egy e-mailt a tanártól. Szóval nagyon rossz ilyen szempontból, hogy nem tudok
nem tudom, nem tudok a gyermekem mellett állni ebben az egészben. Nincs, hogy adjak neki segítséget, hogy támasszam, mert lehetetlen, nem tudom, hogy hogy csináljam. És az érdekes, hogy ezt te mondod, hogy te látod a másik oldalt, és még így is nehéz. Bocsánat, igen, Erika. Bocsánat. Ami még jó dolog talán, amit észreveszek, és a gyerekeknek egy picivel könnyebb a dolguk, és a nagyobb gyerekekről beszélek, tudok én beszélni, hogy ahelyett, hogy 4 órájuk lenne naponta, csak 2 van. Tehát talán egy picit könnyebb az, hogy ha délelőtt bemegy iskolába, tehát ha iskola van, az csak délelőtt van, és csak 2,5 óra. Ádám többet utazik, mint amennyit iskolába van, az elég nevetséges. De amikor bent vannak, akkor egyetlen 1 órájuk van, az 2,5 óra, és utána délután van egy másik online, ami szintén 2,5 óra. Tehát Isten igazából nem kell nekik 8-tól 3-ig a gép előtt ülni, úgyhogy ez talán egy jó ötlet volt, hogy leredukálni 2 tantárgyra 4 helyet az 1 szemesztert. Igen, azt a Trisztán is nagyon élvezi, igen, nála is, és így szerintem így könnyebben el tudják, vagy mondjam, könnyebben elviselik az egészet, mert csak 2 tantárgya fókuszálnak, az biztos. És itt akkor bejönnek olyan mellékes dolgok is, ami önmagában egy kamasznak rossz a testtartás, akkor még többet ugye, hogy ne görnyedje még többet a képernyő elé, önmagában ilyenkor romlik el a szemünk, ugye, tehát hogy akkor ne üljön annyit a kép előtt. Ezek is ott vannak még egy plusz nehézségként. És akkor persze azért mégis így, hogy amire vágytak, azért tegyük hozzá, nem az iskolára vágytak, hanem a barátaikra, gondolom azért az volt a fő motiváció, hogy ez részben megvan, de hát korlátokkal, a távolságtartással, mindezzel ugye együtt. Hiányzó barátok, hiányzó mozgás. Hogyan látjátok, hogy mit lehet ebből egy tudatos családban pótolni, mit tud a család közösen tenni? Meg talán azt is hagytam kérdést, hogy azt mondod itt tűni, hogy hát mi nem is látok rá igazán. Tehát hogyan lehet az, hogy beszéljen akkor a gyerek, hogy most mi neki könnyű és mi nehéz. Ugye, mert azt szoktuk mondani, ugye, hogy hát eddig is az volt, azon a gyerek az iskolából, mi történt? Semmi. Ugye? Hát most akkor még kevésbé lehet. Most aztán végképp semmi nem történik, anya. Tehát hogyan lehet kihúzni belőlük azt, hogy mire van szükségük, és hogyan lehet azt pótolni? Hát én 2 dolgot tudnék itt, ami megragadta a figyelmemet. Az egyik az, hogy az iskolában történő kapcsolatteremtés, ami eddig is nagyon nehéz volt az elmúlt 9-10-10 akárhány éven keresztül, amikor ennek a rendszernek köszönhetően a mi gyermekeinknek minden éven más osztálytársuk volt. Tehát az, ami nekem, meg neked, meg szinte mindenkinek, akik itt idejöttünk, a baráti társaságunknak az alapja volt az, hogy 1/8-at együtt jártam vele, a középiskolát együtt jártam vele, az egyetemet együtt jártam vele, az osztálytalálkozók. Tehát ezek itt teljesen elúsztak, és akkor erre még rájön a mostani rendszer, ami egyébként sem, tehát ez az egyébként sem barátságokat, elmélyítő lehetőségeket nem ad, és akkor most, hát az alatt, a 2 óra alatt még azt sem ismeri meg, akit a tavaly meg ismert a gyermek. Én azt gondolom, mert tényleg nincs a lehetőség, nincsenek szünetek, nem látja a másiknak az arcát, nem tud 2 szólni hozzájuk. Tehát én nem tudom, én lehet, hogy sírva fakadnék a gyerek helyébe. Ez az egyik. A másik meg, amire gondolok, ami talán tudna segíteni, hogy alapozni tudunk csak arra a meglévő barátokra is, a magyar barátainkra is, esetleg azokra, akik itt vannak a közelben, és hát azokra koncentrálni mindenképpen, mert nincs más lehetőség most. Uh-huh. Nálunk is ugyanúgy van egy család, itt a szomszédban laknak, ott is 3 gyermek van, a Trisztán szerencsésen lejárta 1/8 osztályt a nagyobbik fiúkkal, Milánka a középső fiúkkal csak úgy 7. osztályban vannak együtt, csak kicsi meg Milán Kiliánnal együtt vannak osztályban.
Úgyhogy náluk kifejlődött egy nagyon közeli kapcsolat, és az igazság az, hogy nagyon sokat találkoznak. Napi szinten 2-3 órát együtt vannak, iskola után. És szerintem ez nagyon-nagyon segíti a gyermekeket. Azzal ki tudnak menni, mennek biciklizni együtt. Tartsák a távolságot, de együtt vannak. És én szerintem, én abba bízok, hogy ha van is gond vagy probléma, Trisztán van kivel megbeszélje, ha nem akarja föltétlenül velem, ami tudti, hogy nem akarja velem megbeszélni. De ott van a jó barátja, akivel megosztanak, és mind a ketten a 9-et kezdték, mind a ketten ugyanazon ugyanazon mennek át, és hogy van egymás, hogy az a kapcsolat megvan kettőjüknek, vagy mind a három gyermekemnek, látom, hogy könnyebben ússzák meg ezeket a dolgokat. Szóval még nem hallottam én semmit, hogy legyen egy olyan probléma, amit ők nem tudtak megoldani kettőjük közt. Ami nagyon jó, mert valóban nagyon nehéz, mint szülő, hogy teljesen le vagyok vágva, és a gyermek ott 9-et kezdte, mostan kéne fejlődjenek az új kapcsolatok, mert új iskolába jár, és akkor ezek nincsenek meg. Hát Trisztán egy osztálytársának se nagyon tudja a nevét. Ami szomorú, mert már több mint egy hónapja járnak. Na, szóval ennyi. Hát jön akkor így, hogy az a már korábbról meglevő kapcsolódás, hogy ez most egy ennyire szerencsés osztálytárs és szomszéd, három gyereknek három társa, vagy most csak Erika, nektek is akkor az a pár baráti család. Tehát azt mondja, hogy fölértékelődnek ezek a korábbra meglevő közösségi, személyes, vagy pedig így szomszédsági, baráti szálak, és amúgy egyik feladat az, hogy ezeknek minél több teret adni. Ugye? Tehát minél inkább ezt erősíteni, hogy ne szakadjanak szét. Valahogy úgy érzem, hogy ha bár le vagyunk zárva egymástól, ez a közösségi kapcsolat valahogy meg van erősödve egy kicsit. Mivel mindnyájunk ezen, együtt megyünk át ezeken a nehézségeken, értsük egymást, és akkor valahogy ez megvan jobban, megvan erősödve. Erika? Igen, hát ezekbe tudunk belekapaszkodni, tehát amíg lehet, amíg jó az idő, amíg engedik, addig próbálunk minél több olyan összejöveteleket, ahol lehet még menni biciklizni a barátokkal. Jönnek ide barátok, kint játszanak a gyerekek az udvaron. Tehát mostanig ez még működik, aztán hát ugye jön a hideg és a tél, hogy akkor mit fogunk tudni, hogyan tudjuk ezt a helyzetet kezelni. Reménykedjünk, hogy ez nem lesz sokkal rosszabb, mert na, a gyerekekre lévő tekintetre, de nem feltétlen csak a gyerekekkel, tehát ez, én azt gondolom, hogy ez senkinek nem jó. Egy kérdés, tavasszal való összehasonlítás. Tavasszal jó pár helyen mondtátok azt, hogy a hirtelen jött minden nehézségben, ott volt egy érdekes értéke az első teljes karanténnak, hogy a családon belül volt idő a beszélgetésre. És ezt többen is mondtátok, ugye, hogy érdekes módon maga az, hogy volt idő erre, sokkal több lehetőség volt spontán formában is, hogy egyszerre megnyílt a különböző szinten, pont így kamasz gyerekek. A kérdésem az, hogy ebből mit sikerül megtartani most? Tehát azzal, hogy most azért ott van mindenkinek ez a nagyon bizonytalan, de mégiscsak van valamilyen feladat a napi rendje, megmaradt valami ezekből a tavasszal megélt sok együtt töltött közös étkezések, hosszú étkezéseknek a spontán beszélgetéseiből, vagy ez most nem fér bele? Nem, nyugodtan, utána. Több az időnk, mivel ugye nem indult be az élet szeptemberbe úgy, ahogy szokott, tehát nem rohanunk annyira, de azt gondolom, hogy mivel
mivel ez a lustulás a gyerekeken is rájuk tört ezzel, hogy nem kell iskolába menni, ezért nehezebb megtartani ezeket a nyitott kommunikációkat. Elvonulnak a gyerekek, főleg az idősebb gyerekek, nehéz őket rendszerezni, hogy mennyi elektronikát használjanak. Nekem ez a legnehezebb, hogy akkor jöjjön le. Amikor ő azt mondja, hogy most lejövök, akkor épp én nem érek rá. Amikor én ráérek, akkor ő most épp a film közepén tart. Tehát ez nehezebb most tartani. Az elején jó volt, mert akkor az mindenki vette egy nagy levegőt. De már tele vagyunk levegővel, és már elbújnak a gyerekek, azt gondolom. Hát mi nálunk, igen, ez igaz, hogy valóban ez nagyon nehéz. A nagyobbik gyermekek bújnak. Habár nálunk is így, ahogy érzem, a tavasszal valóban a gyermekekkel a kapcsolatunk megerősödött, mivel volt annyi időnk együtt. És akkor észreveszek a nagyobbik gyermeken is dolgokat, hogy ha el is vonul, utána csak kikibújik a szobából, és lejön, és megölel, vagy megkérdezi, hogy milyen volt a napom, vagy mikor hazajövök munkából a gyermekekkel, akkor a Trisztán szalad le a lépcsőkön, megpuszil, és aztán visszavonul, de mégis hozzám jön, vagy mégis csak vannak ilyen pillanatjai, ami azelőtt nem volt. Szóval ilyen szempontból szerintem úgy jobban, mélyebben a bőrünk alá másztunk egymásnak, és ha bár megint tudod, nálunk foglalt a program, meg reggel megyünk, este jövünk vissza ugyanúgy, nálunk megmaradt az a közeli kapcsolat, nem tudom, hogy mondjam. Nálunk megvan. Ha nem is nyíltan, nem is látszik annyira, de tudom, hogy megvan. Szóval nekünk segített ez a tavaszi időszak, hogy annyit voltunk együtt. Kicsit gondolkozom így most a plébániai közösség szempontjából is, hogy tulajdonképpen amiket mondtok, ezek úgy megismétlődnek. Világosan ugye érvényesek minden külső városi és állami előírás számunkra, és egyszerűen, hogy csökkentek a programok, de én nagyon örülök annak, hogy mégis el lehetett indulni, hogy alapvetően jó pár személyes, találkozásos, kisközösség veszi a bátorságot, és jön, és szépen tartja a szabályokat. Nekem most például így ennek a elmúlt hétnek így egy szívfájdalmam, hogy váratlanul akkor a sportteremnek a használatát tiltották meg újra itten, pedig pont azt kezdett akkor összejönni akkor, hogy két kis papa fiú foci vagy sport alkalomítani. Annyira azt érzem, hogy fontos lenne most éppen akkor, ez egy nehézség, hogy már akkor ilyen szellőztetés, olyan szellőztetés most. Ma erről szólt a egyik történet az, hogy próbálj megérteni akkor, hogy most akkor mi ez a szellőztetés, ami kéne itt a előírásban. De alapvetően örülök, hogy lehet azért csinálni dolgokat. Én örülök annak, hogy nem kell harcolni. Tehát érzem azt, hogy senki nem szereti, de hogy nem egy állandó konfliktus, hogy most akkor tartsuk, ne tartsuk, mi sírnél is. Emberek itt ezt viszik, és egymásra figyelnek. Rengeteg plusz energiát jelent, ez gondolom ugyanaz, mint az iskolába, tanárokra. Plusz adminisztráció, mindenre pluszba figyelés, rengeteg ilyen van. Nekem például most az a kérdés így, hogy amíg tavasszal kényszeredetten átkerültek az online térre, azok közül akkor hogyan, mit érdemes ugye tovább vinni itt így az online-ba, és mit lenne, jó lenne visszavinni, hogyha csak egy szűk kör van, de arra lehet találkozni. Most például itt van ugye ez a mostani beszélgetésünk, ugye ez a szülői klub, ez egy érdekes dolog, ennek ott volt világosan az előzménye, és ugye Erika, te kezdeményezted, ott volt 5-6-7-8 szülő, szombaton reggel a tanítással párhuzamosan,
Most nézem azt, hogy nagyon jó beszélgetések voltak, de azért most ezt a műsort így viszont nem 6-8, hanem 60-80 ember megnézi, meghallgatja velünk együtt, vagy pedig később. Hogyan látjátok most akár csak ennél itt így, hogy mi az előnye, vagy minek érdemes tulajdonképpen azt mondani, hogy jó, ez más, de van értelme, és hol van az, hogy nagyon vissza kéne menni a valós találkozásra? Most egyszerűen csak nézzük itt a közösség, a magyar közösség, a plébániai közösségnek az életébe. Hát. Én nem tudom, hogy én azt mondom, hogy minden alkalmat, amit ki tudunk használni, hogy együtt legyünk, ha online, vagy ha személyesen, hogy használjuk ki, hogy például ez a klub is, hogy nem lehetett most már személyesen találkozni, de hogy csináljuk ezeket a felvételeket, és azért az emberek csak meg tudják nézni, meg szóval fontos a lényeg, a fontos az, hogy lássuk egymást, akármilyen formán. Fontos, mert ha nem is élőben, de akkor is az ember, nem tudom, hogy mondjam, át kell ezt gondoljam, hogy jól fogalmazzam meg. Erika mondott közben, hogy neked akkor mi a tapasztalatod? Igen, én ugye valóban része voltam ennek a legelején, akkor, amikor tudtunk ülni egymás mellett, és nekem főleg fontos volt az embereknek a közelsége. Ez egy kicsit más, de hogyha tudunk valakinek segíteni, akkor azt gondolom, hogy valóban ez több a semminél. És azt gondolom, hogy ezek inkább ilyen felnőtt programok, erre a felnőttek szakítanak időt, hogyha akarnak. Azt látom, hogy ez a gyerekeknél nehezebben működik. Tehát beszéljünk Kodályról, vagy bármilyen ifjúsági programról. A gyerekek nehezebben ülnek a gép elé, mert azt gondolom, hogy még mindig csak egyedül vannak. Tehát azt hallom itthon, hogy ha lesz Kodály, akkor ugye átjöhet adani, mert én egyedül nem táncolok. Tehát a gyerek teljesen átlátja, hogy mi a lényege ezeknek a dolgoknak, és miről kellenek ezek a társas programok szóljanak. Úgyhogy feltétlenül, amit lehet, azt csináljunk együtt, közösen a gyerekekkel, meg a gyerekek együtt. Aztán, amit meg tudunk vinni, azt megcsináljuk, ahogy kell, és ahogy engedik, és azt gondolom, hogy ennek egyszer vége lesz. Én már többször hivatkoztam rá, hogy milyen érdekesen megfordulnak a dolgok, ugye, mint a normális világban. Ugye előbb is volt egy érdekes példa, Timi azt mondja, hogy legalább itt látjuk egymást. Ugye, mert milyen érdekes, hogy ha meg személyesen találkozunk, akkor arcunkat meg eltakarja a maszk. Ugye? Tehát átfordul. Viszont neked volt itt egy jó tapasztalat itt, amikor bekapcsoltuk itt a Zoomot, akkor mondtad, hogy te valamit szeretnél itt megmutatni, ami egy érdekes új maszk, ami talán ebbe tud segíteni. Persze. Tudom, hogy az orvosok ezt ajánlják ezt a maszkot olyan személyeknek, akik aszmások, vagy akiknek nehéz szuszogni, vagy még azok, akiket nagyon zavarja a maszk, hogy érinti az arcot és eltakarja a szánkat, és akkor az is akadályozza a kommunikációt. Ez egy nagyon jó maszk, egy átlátszó maszk, plasztik, és ez fekszik itten az állán, az embernek az állán, és nem érintkezik a szádhoz, az orrodhoz. Így körbe megy, úgyhogy megvan, ez el van fogadva, mint egy jó maszk, úgy értve, hogy ezt lehet használni irodákban, lehet használni templomba, mindenfele lehet használni őket, és nem akadályozza, szóval látszik az embernek az arca, látszik a szája, látszik a mosoly, sok minden, és ugyanakkor könnyen is lehet szuszogni. És na, ez egy nagyon jó maszk, ezt úgy nevezik, hogy Clear Plastic Face Mask, és ezt lehet rendelni az Amazon
az Amazonon. Na most persze mielőtt az ember rendeljen, azért mégiscsak kérdezem meg, hogyha ezt elfogadják a munkahelyen, mert azért csak is vannak helyek, ahol ezt nem fogadják el. De szerintem leginkább azért, mert nem tudják, hogyha még as effective, ez, mint a másik maszk. De az orvosok azt mondják, hogy igen. Na. Én is kaptam belőle, és én is kipróbáltam, és én is azt érzem, hogy egyértelműen az a rossz szuszogás, ami engem is zavart, az megszűnt. Kettő, hogy szemüvegesként sokkal kevésbé fújjon be itt a szemüveg alá a párát, sokkal könnyebb így. Tehát ez így segít. Tehát én is azért ajánlom itt így azoknak, akik jó páron, így most itt vagyunk így plébániai programokon, és tudom, hogy fölveszik a másik miatt, meg hogy ne legyen itt akkor semmi probléma, de talán akiknek tényleg így nehéz a másik maszkot, én is ezt javaslom így, és hogy nézzétek meg, hát ha itt segít, akkor az egy fontos, hogy hogyan lehet úgy betartani a szabályokat, hogy közben azért mégis életképesek legyünk. Ugye még mindig nem mond ki semmi időpontot, de én azért elég sok mérget megmernék enni, hogy ez tavaszig azért biztos, hogy itt lesz. Tehát ez nem az, hogy most két hét múlva is akkor föloldják. Igen. A téli időszakban jönni fog, menni fog, tehát aki tényleg azt érzi, hogy nagyon-nagyon zavarja, próbálja ki, keressük így. Ahogy jó páran egyszerűen minek hívják a face shieldet is elkezdték, az is egy hasonló logikára épít. Ha jól értem, akkor ez szabályosabbnak számít, mint a face shield. Jobban elfogadott talán, mert jobban azt érre megy. Igen. Igen, ez olyan, mint a mask. Igen. Ez pont olyan, mint a mask. Szóval ugyanazt éri el. Szóval az embert védi a másikat, a leheletettől, meg a vírustól, mert megakadályozza. Igen. Na, ezt így köszönöm, hogy itt akkor te is így behoztad. Talán így segít. Én mindenképpen kérek szépen egyet. Szerzünk. Na, nagyon sok téma lenne, de szerintem álljunk is meg itt így. Köszönöm szépen így a beszélgetést. Azt gondolom, hogy ez nekem üzenet az, hogy próbáljuk megteremteni tovább is a lehetőséget, hogy ahol ott vannak a barátság, a kötöttség, közösség, azokat erősítsük, segítsük abba egymást, hogy a kereteknek észrevenni, hogy milyen jó megtartó ereje van, hogy ne essen szét az életünk, és hogy tényleg itt, mielőtt még az őszi fáradtság bejön, egyszerűen használjuk ki ezt a szép időt, legyen most itt akkor hosszú hétvégén megint egy áldott időtök arra, hogy együtt legyetek, kimegyetek a szabadba ti is, gyermekeitek, és akik bekapcsolódtak most a műsorunkba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Isten áldjon titeket!